Pető Iván történész, levéltáros, és hát jó 20 évig volt parlamenti képviselő, ugye? Igen. Jó reggelt, és a demokratikus ellenzék egyik fontos szereplője. Mit gondol, most politikai értelemben persze, mennyire kell elkeserednünk, vagy mennyire reménykedhetünk bármi jóban is, ami Magyarországot, vagy akár a Európát, vagy a világot is illeti persze? Hát nem tudok erre, hogy is mondjam, engem kielégítő választ adni. Van ok a reményre, néha ugye történik olyasmi, amiről azt gondolja az ember, hogy biztatás, és hát van ok, legalább olyan gyakran az elkeseredésre, és a reménytelenségre, de hát a kevésbé derűs világlátásra, hogy konkrétabb legyek, hát mondjuk például, ami Izraelben történik politikai értelemben, hogy egy, hát nevezzük így demokratikus úton hatalomra került autokratikus hajlamú kormánnyal szemben milyen erős a demokrácia híveinek ellenállása, az engem biztat, vagy optimizmusra ad okot, még ha nem is látjuk egyelőre a végkifejletet, de hát mégiscsak meghátrálásra kényszerítették az egyelőre az autokratikus kormányt, vagy ilyennek találom azt, hogy Brazíliában azért az ugyancsak autokratikus hajlamú elnököt sikerült választással megbuktatni, vagy ilyennek gondolom azt, hogy a Magyarországinál sokkal erőszakosabb török autokratikus rendszerben elég jól áll az ellenzék, és van esély arra, hogy ellenzéki államfőt válasszanak. Tehát ezek biztató dolgok, még akkor is, hogyha ott, hát úgy néz ki sokszor, hogy az ellenzék gyönge, meg hogy hatalomra lehet kerülni demokratikus úton diktatórikus, autokratikus hajlamú vezetőknek is. De hát a világ dolgai azért nem állnak olyan nagyon jól, mégiscsak háború van a közelben, ahol számomra egyértelmű, hogy ki az agresszor, és ki az, aki támogatásra és szolidaritásra szorul, illetve nem szorul, de hát hogy az, akivel szolidáris az ember, de hát a megoldást vagy a kiutat nem látom, és hát nyilván, mármint ebből a konkrét háborúból, hogy ennek hogy lesz vége, nyilván azt könnyű mondani, hogy legyen béke már, de hát egy olyan országban, amelyik ugye jelenleg is arra építi részben a politikáját, hogy Trianonnál milyen hatalmas veszteség érte, nyilván abból nem lehet kiindulni, nem lehetne kiindulni egy ilyen országban abból, hogy egy ország, aminek a harmadát elfoglalták, az adja föl ezt az egyharmadot önként, és úgy kezdjen béketárgyalásokat, mármint hogy az ukránok. Szóval nem látom, hogy ott ez a háború hogy érne véget. Tehát való, most a környezetvédelemről, meg ilyen általánosabb dolgokról, amik hát nem túl biztatóak a világban, nem is akarnék beszélni. Szóval vegyes a kép, hol ilyen a meghatározó benyomás, a napi benyomás az embernek, hol olyan. Szokták mondani, hogy az, hogy a magyar politika hogyan alakult, az részben azért olyan, amilyen, mert a rendszerváltáskor egy olyan szisztémát dolgoztak ki, már akkor, és azóta nyilván persze többször hozzányúltak a dologhoz, hogy aki egy kicsit több szavazatot kap a többieknél, de messze nem a többséget, az a parlamentben nagy többséget kap, mert nyilván akkor azt gondolták, hogy kormányzóképes erők jöjjenek létre, de hát abból meg részben ebből lett az, aminek most már sokadik éve isszuk a levét, hogy kétharmaddal kormányoz egy olyan pártcsoport, amelyik 40-valahány százalékot se éri el, vagy 30-valahány százalékot se a választásokon. Ez igaz, hát nyilván, ami tény, az tény, ugye a választási rendszer az egy túlságosan konkrét helyzethez lett kalibrálva, amikor a választási rendszer kialakult már, mint az eredeti 1990-ben érvényes, akkor az volt az akkori ellenzék szeme előtt, hogy a domináns állampárt nehogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy
az ellenzéket le tudja nullázni, és hát ha az ellenzék összefog, akkor pedig kormányképes erő legyen, és egyebek között már az akkori Izrael is ismert volt, ahol ugye nincs parlamenti bejutási küszöb. És arányos választás van. Arányos választás van, és kis pártok hogy tudják zsarolni az egész országot. Ez már akkor is látszott, ami most hát kiteljesedett mondjuk Izraelben. Tehát igen, hibáztatható az akkori ellenzék, hogy nem látott túl az akkori helyzeten, hogy egy ilyen aránytalan vagy relatív aránytalan választási rendszernek milyen veszélyei vannak, de hát azért a szándékunk múlott, tehát tökéletes rendszer nincs. A demokráciák azt nem nagyon tudják megoldani, úgy tűnik a hitleri Németország, Hitler hatalomra kerülése óta, hogy demokratikus eszközökkel hatalomra kerülő diktátorhajlamú vagy autokratikus szándékú emberek, csoportosulások ne tudják a demokráciát tönkretenni. Azért ez legalább annyira azon múlik, mint éppen az adott szisztémán. Hát igen, ráadásul mondjuk ha a magyar viszonyokat nézzük, akkor nem is feltétlenül demokratikusak már ezek a viszonyok, mert itt van, hogy mi történt a sajtóban, a pártfinanszírozás, a választási rendszer, és hát ez az egész központosított politika, nem beszélve arról, hogy a gazdasági szereplőket hogyan hajtják az uralmukra. Nem, én most a hatalomra kerülés pillanatáról beszélek, tehát 2010-ben nem kérdés, hogy az akkor érvényes demokratikusnak tekintett szabályok alapján jutott hatalomra egy olyan rezsim, amelyik aztán megváltoztatta a demokratikus szabályokat, és hát az egész intézményrendszert a maga arculatára, egy autokratikus rendszer arculatára formálta. Persze, hát a mai viszonyokat én se tekintem a szó hagyományos értelmében demokratikusnak. Látszat intézmények vannak, a választás is jelentős részben nem demokratikus, hiszen ahol a sajtó úgy néz ki, a tömegkommunikáció úgy néz ki, mint ma Magyarországon. A választókerületek úgy vannak felosztva, ahogy Magyarországon ma, és hát látjuk éppen most a friss hírekből, hogyha éppen önkormányzati választások készülődnek, és valahogy azt sejti a Fidesz vagy Orbán, most mindegy, hogy szemét nevezek meg, vagy egy csoportosulást, hogy a civil szervezetek esetleg a nem párt formájában megjelenő ellenfelük jelent veszélyt számukra, akkor majd módosítják a éppen aktuális szempontok alapján a törvényt. Tehát nem gondolom, hogy most a szó igazi értelmében demokrácia van Magyarországon. Nem tudom, hogy mekkora rá az igény, de hát meg lehet-e szabadulni egy ilyen rendszertől. Tehát nyilván a demokrácia egyik fokmérője, hogy le lehet-e váltani egy aktuális hatalmon. Hát ugye ez a brazil példa, amit mondtam, vagy hát még nem ismerjük ugye a majdani májusi török választási eredményeket, de a papírforma egyelőre azt mutatja, hogy ott van esély, meg hát lehet korlátozni a hatalmát úgy, mint ahogy most az izraeli példa mutatja. Szóval elméletileg lehet, hogy konkrétan Magyarországon ezt hogyan, erről nem tudok semmi biztatót mondani, mert hát tényleg nem látom a konkrét lehetőségét a jelen körülmények között, hogy ennek hogy lehet véget vetni. Azt gondolom, hogy demokratikus választásokon ma Magyarországon nincs esély arra, hogy le lehessen ezt a rezsimet választani, mert olyan eszközök vannak a kezében, amelyekkel meg tudja ezt akadályozni. Nem a legszélsőségesebb módon, de hát én nem zárom ki, hogy miután az érdeke azt kívánja, hogy ne
állítsák mondjuk azokat bíróság elé, akik törvénytelenségeket követtek el a saját normáik szerint, még nyilván szélsőségesebb eszközöket is hajlamosak lennének bevetni, ha éppen rászorulnak, nem szorulnak egyelőre rá, hanem hát formálisan demokratikus szabályok alapján, csak éppen a maguk arculatára formált demokratikus szabályok alapján akadályozzák meg, hogy váltás lehessen. És azért azzal szemben kell néznünk, hogy nagyon sokaknak hát tetszik ez a rendszer. Sok támogatója, relatíve sok támogatója van. Tehát a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt, nem tudom, egy-két hónapban még nőtt is azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy itt rendben mennek a dolgok. Nem tudom, hogy azok elmenekenél a boltba vásárolni, vagy sem. De mindegy. De hát, hogy azért nem arról van szó, hogy egy nagyon szűk kisebbség erőszakkal fönntartja hatalmát egy nagy többséggel szemben. Messze nem erről van szó. Így van, hát ebben nem tudok vitatkozni, és nem is akarok, mert én is így látom. Legfeljebb azt érdemes árnyalni, hogy hát nyilván van, akinek ez jó, van, aki meg azt gondolja, és hát ezekre mondja az ember azt, hogy akár évszázados tapasztalata is a magyar társadalomnak, hogy ezzel kell együtt élni, akkor ezt kell tudomásul venni, mit ugráljak, hogyha úgyis megnyerik a következő választást, és úgyis az a polgármester határozza meg az életemet, mondja egy vidéki ember, aki most van hatalmon, akkor hát miért ne támogassam, még ha utálom is, még ha rosszabb is az életem, mint tegnap volt, mert az árak, stb. Szóval ebbe beletörődés is lehet, passzivitás is lehet, és hát lehet persze olyan is, akiről szó volt az előbb, hogy ezt jónak gondolja, helyesnek gondolja. Igen, bár itt attól még érdekesebb a dolog, hogy jelentős részben olyanok támogatják, akiknek nem jó. Úgy objektíve nem jó. Vagy nagyon sok olyan ember támogatja, akiknek látjuk, hogy ez nem jó. De hát valamit lát benne, hogy miért előnyösebb neki, ha úgy csinál, mintha támogatná már, mint a szavazatával. Hát mert azt gondolja, hogy az a kevés, ami jó, vagy ami a még rosszabbnál több, azt esetleg így megkapja, hát mit tudom én, egy helyi szociális segélyt, valamilyen olyan lehetőséget, ami az elemi feltételeit biztosítja. Hát megvásárolhatók az emberek, hát ez nem kérdés. Van, aki elég olcsón, hát van, aki többbe kerül, kétségtelen. Hát, és pláne, ha nem lát igazi alternatívát már, mint a személyes életében, mert hát a nagy politikában sem lát alternatívát, akkor hát beletörődik abba, hogy az a pici, amit kaphat, vagy legalábbis amit el tudnak venni tőle, azt nem veszik el, akkor így viselkedik. Hát ez eléggé érthető tulajdonképpen. Nem hiszem, hogy nagyon szoros párhuzamot lehetne vonni mondjuk a 90 előtti Magyarországgal a mostani viszonyokban, de mondjuk 1985-ben, 86-87-ben, de még 88-ban sem lehetett nagyon látni, hogy egyszer csak megváltozik a világ. Tehát, hogy vannak ilyenek azért. Hát biztassuk magunkat ezzel legalábbis. Nem, hát biztathatjuk magunkat, és hát mással nem is biztathatjuk magunkat, mint hogy nincs olyan rendszer, ami örökké tartana. De azért mondjuk a 80-as évek közepétől, ha nem is hitte az ember, hogy megváltozik a világ, de az, hogy lefelé megy az a rendszer, kifulladóban van, azt lehetett érezni, hogy ez a kifulladás, mármint fokozatos kifulladás, ez 10-20 évig tart, de azt nem lehetett tudni, de az, hogy úgy nem megy tovább, ahogy ment mondjuk a fénykorában, vagy ahogy érezte az ember, hogy a 70-es években minden problémája ellenére is döcögött, Az biztos volt. Most nincs ilyen érzése szerintem az emberek többségének, hogy itt valami lefelé menne, és hogy ez a rendszer már mint a konkrét magyarországi gyöngülne. Hát ennek sok oka van, hogy miért nem, de hát ez se tart örökké, az biztos. De mi se tartunk örökké. Mi se tartunk örökké, de hát igen, szóval hát az nem jelent semmit, hogy mi se tartunk örökké. Valószínű, hogy hát emberi léptékkel mérve véges ennek a rendszernek az élete, és hát elég nevetséges is az, hogy ilyen kis kakasként megyünk szembe a
világgal, már megyünk, én nem hiszem, hogy én magam is, de a nevünkbe mennek, és hát ugye magyarnak lenni ma azt jelenti, hogy amit az ország vezetői képviselnek, már mint a kívülálló szemében, még akkor is, hogyha az ember nem azonosul természetesen a kormánnyal. Ja, az is egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy azért sem olyan fontos nagyon sok embernek Magyarországon a demokrácia, mert 90 óta kétségkívül már legalább egy, nem is tudom, két nemzedék lassan a felnőtt korba ért, mert hát végül is hiába volt itt demokratikus ellenzék, de hát mégiscsak a Szovjetunióban történt Gorbacsovi reform volt az, ami elhozta a változást. Tehát nem volt egy ilyen személyes élmény, hogy na, az nekünk fontos, megcsináljuk. Nem tudom, hogy ez így volt, de hogy ezt gyakran mondják, az biztos. Hát ez összetett ügylet, mert hát én úgy inkább úgy fordítanám ki a dolgot, hogy a Kádár rendszernek, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, szocializmusnak, ugye az volt a mentsége, hogy nem független országban történtek, amik történtek, abból, ha jó hiszeműen akarok, vagy fogalmazni, akkor mondhatom azt, hogy abból igyekeztek a legtöbbet kihozni, mármint ahhoz képest, hogy Magyarország szovjet szatellitállam volt. 90 után Magyarország független ország, tehát ha adunk magunkra, akkor ugye azt kéne mondanunk, vagy azt kéne az országnak képviselni, hogy akkor hozzuk ki a függetlenségből a maximumot. Vannak szövetségeseink, meg beléptünk önként az Európai Unióba, beléptünk önként a NATO-ba, ennek millió és egy előnye van. Nem úgy kéne viselkedni, gondolja az ember józan paraszti logikával, hogy azok, akikkel társultunk, azokkal szemben úgy viselkedünk, mint akiknek csatlósai volt tak az előtt, tehát, sőt, hát rosszabbul, mert akkor hűséges. Igen, az a muszlimok nem mertek így beszélni. Nem mertek így beszélni, igen, de hát mégis úgy állítják be, mint hogyha ugyanaz lenne Brüsszel, mint Moszkva volt annak idején. Szóval lehet úgy fordítani ezt a dolgot, hogy akkor kényszerhelyzet volt, máshogy volt kényszerhelyzet, mint kényszerhelyzetek mindig voltak, nem független ország volt Magyarország, ma meg független, minden úgy történik, ahogy Magyarországon, vagy szinte minden, ahogy Magyarországon azt szeretnénk, és hát ez azért a nemzeti öntudatot, ha tetszik, sérti, hogy Magyarországról ma az a kép, ami, hogy egy hűtlen szövetséges, egy agresszort támogató, vagy legalábbis sunyogva támogató, és így tovább, és így tovább. Ez egy olyan kényszerhelyzetben, mint 90 előtt volt, hát máshogy nézett ki. Igen, ez amit egyszerűen nem értek, hogy egy olyan országban, mint Magyarország, hogy lehet hirtelen ilyen oroszbarát tömegeket találni, mikor mondjuk még a Fidesz is 2008-2009-ben meglehetősen kritikusan beszélt. Most majdnem megint azt mondtam, hogy a Szovjetunióról. Szóval, hogy Oroszországról, nyilván az, hogy mi volt 90 előtt, az már 30-valahány éve volt, az nagyon rég volt, de hát mégiscsak, hogy lehet elérni azt, hogy hirtelen ilyen sokan azt gondolják, hogy Oroszország. Hát nem biztos, hogy azt gondolják. Inkább én azt látom, vagy érzékelem inkább, hogy azt mondják, hogy mit kell ugrálni. Hát az oroszok nagyok, az orosz medve nagy, erős, az ukránoknak is hát sokkal kisebbek. A realitásokat tudomásul kell venni, alkalmazkodni kell. Meg mindig van ez a, hogy mindenki sunyi, mindenki az önérdeket nézi. Az amerikaiak sem azért támogatják az ukránokat, mert a normáik szerint egy agresszorral szemben támogatni kéne, hanem ott a földet vásárolnak, és mindenféle halandzsák vannak ez ügyben. Tehát mindig lehet olyan szöveget gyártani, ami az adott ember számára talán nem olyan személyes fordulatként jelenik meg, hanem hát van egy ilyen mentalitás, hogy én mögé látok az eseményeknek, és elhiszem azokat a dumákat, amelyek megvilágítják, hogy mi is van tulajdonképpen a háttérben. Tehát nem azonosulnak az oroszokkal, csak azt mondják, hogy a világ az olyan, amilyen, nem hiszem, amit a saját szemeimmel látok, mert én okosabb vagyok annál, mint amit látok, hanem mögé gondolok, és hát erre rá is épül egy erős propaganda. Hát időnként nézem
Origó nevű Úristen. Valamit, de hát inkább csak, hogy is mondjam, azért, hogy... Borzongjon az ember egy kicsit. Hát igen, igen, hogy horrort is lássak. Hát ott minden nap megnyerik az oroszok már több mint egy éve, amióta a háborút, minden nap megnyerik a háborút. Tehát ha összerakom azt, amit ott olvasok, akkor elképesztő kép alakul ki. De hát tehát lehet honnan ehhez információkat szerezni, hogy azt gondolja magáról az ember, hogy ő nem szereti jobban az oroszokat, mint 15 évvel ezelőtt, de mögé lát az ügyeknek, és hát ezért stb. Nem akarom ismét. Igen, ez a másik, amit nem értek, elég sok minden ilyen van egyébként, de hogy lehet ennyire bedőlni a amúgy nem túl bonyolult propagandának. És megint azt gondolom, hogy a 90 előtti tapasztalatok nem annyira számítanak ma már, de mégiscsak, és látom, hogy az idősek körében amúgy persze milyen magas a Fidesz támogatottsága, de mégiscsak az a nemzedék úgy nőtt fel, hogy azért nem hitt el feltétlenül, amit a Népszabadságban olvasott, nyilván, hogy haladt előre az időben, az ember egyre többet el lehetett már inni, de hogy megvolt az a rutin, hogy hát azért minket be akarnak csapni, át akarnak ejteni, ez nem mond igazat, elhallgat dolgokat, tehát van egy ilyen nemzedéki tapasztalat. Most meg nem is magas színvonalon nyomják ezt a szöveget, és ilyen sokan benyalják. Hát, benyalják, ezt nem is kérdő. Hát ugye azért nem teljesen ügyetlen, differenciált ez a propaganda. Tehát ez a béke, ez mindenki által elfogadható, legyen béke. Hát ezt az ember bármikor boldogan kimondja, nem kell mögé gondolni azt, hogy ez az ukránok számára mit jelentene az, hogy a mostani helyzetet elfogadják, vagy hogy mit jelentene mondjuk egy olyan rezsimmel szemben, mint a putyiné, hogy a béke az azt jelenti, hogy tudomásul veszük, hogyha valakinek a világban olyan elgondolása van, hogy le kell rohanni egy országot, akkor az megteheti. Tehát nem kell mögé gondolni, az viszont jól hangzik, hogy béke. És az emberek egyébként is hát nem ilyen globális problémákban gondolkodnak, hanem a napi ügyeik jócskán vannak olyanok, amelyek a figyelmük jelentős részét leköti, meg alkalmazkodni kell. Hát ezt a magyar társadalommal évszázadok alatt megtanították alkalmazkodni. Igen, kell. De szerintem megtanították a románnal is, meg maga módján a csevel is, meg a lengyellel is, meg hát, a szlovákkal is. Nyilván mindegyik más történet, és mégis egészen másképp alakulnak ott van, a dolgok. Ez így van. Ez vagy az ukránokkal is, aztán tessék. Volt egy mondás, hogy a puliszka nem robban, mármint ezt ugye Romániára mondták, igen, hogy a román nép sok mindent elviszel. Hát ez a gulyásleves sem robban a jelek szerint, 56 óta legalábbis nem. Bár a puliszka végül robbant, már 89-90. Azt akartam mondani, jó, hogy az ilyen előítéletek, vagy hát az ilyen történelmének nevezhető tapasztalatok, hogy a puliszka nem robban, ezek idővel elmúlnak. Tehát a magyar társadalom az egyben a pillanatban, és hát ebben a 90 benne van persze, hogy viszonylag Magyarország elviselhető ország volt szocialista országként, és úgy éltek itt az emberek, hogy körülbelül az volt az élményük, hogy hát a Kádár rendszer az kihozza a maximumot a szovjet szatellit államiságból, és hát viszonylag békésen át lehetett térnie, amikor megbukott a rendszer. Egy másik rendszerre nem is úgy érezték, hogy megbukott, hanem megbuktatták, vagy hát nem. És így tovább, és így tovább, és ennek ilyen következményei vannak. Hát más országban ez máshogy zajlott, kevésbé veszik tudomásul az emberek az ilyesmit, mint nálunk, és hát ez azért a gyanakvás az oroszokkal, az ellenszenve az orosz agresszióval szemben azért máshogy van, ha teszem hozzá, azért más országokban volt, szocialista országokban is meglepően nagy a oroszok, ha nem is támogatottsága, de hát az ukránokkal való szolidaritás azért ott is sok mindenki részéről. Hát nincs elfogadó. Lengyelország ebben nyilván speciális helyzetben van. Közvetlenül érintettek, de mondjuk Csehországban például már van ilyen, Szlovákiában is azért pengeillen táncol a
minden a jelenlegi kormánya. Szóval azért van ilyen máshol is, holott hát a tapasztalatok az oroszokkal, vagy egykori szovjetekkel szemben azért nagyjából hasonlók, mint nálunk. Igen, de Magyarországon mondta, hogy hát azt elhinni, hogy vagy azt remélni, hogy a béke az eljöhet attól, hogyha beszélünk róla, ezt elhiszik, ezt értem, de hát itt azért messze nem csak erről volt szó Magyarországon, a migránsok, az átoperált óvodások, a Soros. Ezt nem hiszem, hogy mindenki a migránsokat benyalták, de hát most migráns. Éppen ugye... Most nincs migráns. Most nincs migráns, ezt most, most a gender a varázsszó, ami hát totál értelmet, de gender. Hát az gender. Magyarország azért nem ír alá. Igen. Ugye európai uniós nyilatkozatokat, mert előfordul benne a gender szó. Na jó, de ez a közlőknek ez egy buzizás. Ez semmi több. Ez egy nettó persze. Buzizás. De ugyanakkor hát a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy míg a migráns, tehát a mondjuk muszlimok és a más bőrszínűek az működik, attól van félelem. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy más dolgokban az idegen ellenesség mennyire sikeres és átütő a propaganda következtében, a buzizás az nem hat. Azt tulajdonképpen ebbe toleráns a magyar társadalom, mármint nem a buzizásban, hanem éppen a homofóbiában. Tehát, hogy elfogadóbb ebben elfogadóbb, a sokkal elfogadóbb. Tehát, és ha sokat mondják neki? Hát valószínű, az hat természetesen, de hát ahogy látom, ezt nem mondják egy az egyben, mert ugye nem, hát nyilván nem köpünk az asztalra úri társaságban, még a padlóra sem feltétlenül. Amennyire az úri társaság? Nem Magyarországra gondoltam, hanem mondjuk az Európára, de egy olyan varázsszó, aminek nem tudják a jelentését, vagy az emberek elég jelentős része, hogy gender, azt nyugodtan lehet mondani. Ugyanúgy hát nem a bevándorlást használták, hanem hát ki kellett egy olyan szót meghonosítani, mint a migráns, ami hát egy kicsit homályosabb. A migránst sok szempontból értem, hogy ez Magyarországon nem is jelentett problémát, de hát látjuk, hogy Nyugat-Európában, ahol nyilván szintén vannak olyan szélsőjobb pártok vagy politikai erők, amelyek élezik ezeket a konfliktusokat, de hogy ebből vannak mindennapi konfliktusok, azokat föl lehet nagyítani, el lehet mondani, tehát hogy lehet vele sokkal inkább manipulálni. Mondjuk Magyarországon inkább az a furcsa volt, hogy hát aki jött is Magyarországra, át akart menni azon nyomban a nagy többség. Hát tehát nem, de nincs, hát nem volt. Ettől függetlenül hát attól még lehet félni, hogy jönnek. Hát az érdekesség az, hogy közben azért ugye a magyarországi munkaerő gondokat nem tudják máshogy megoldani, mármint kormány szinten, mint hogy migránsokat, nem így nevezik, beengednek, tehát jönnek távol-keletiek, köztük valószínű más vallásúak is, de hát érdekes a világ, ugye most napi hír, ha már ilyen smibe belemegyünk, hogy a Skót Nemzeti Párt által jelölt és megválasztott végül is skót miniszterelnök, az egy muszlim, pakisztáni származású, színes bőrű ember. Tehát a brit miniszterelnök pedig szinte egy indiai, ha jól emlékszem, hát majdnem pakisztáni. Igen, de hát az mondjuk egy konzervatív, az mondjuk egy egyetemes érték, nevezzük így a konzervativizmus. A brit konzervatív pártban még az is Magyarországról nézve érdekes és színes, de skót nemzeti párt színeiben Skócia miniszterelnöke lett, mellékesen egyébként két nővel szemben, két fehér bőrű nővel szemben nyerte meg ezt a pozíciót. A világ az valószínűleg e felé megy, Magyarországon pedig hát még mindig működik ez a... Jó, nyilván a brit birodalom részeiben az, hogy sok nemzetiség él egymás mellett, és ott nagyon sokan kerültek az egykori gyarmatokról, akik már nemzedékek óta, sok-sok nemzedék óta ott élnek, hát nyilván egy más... Ott is lehet idegen ellenességgel. Hát a lengyel vízvezeték szerelő azért meg tudta nyerhetni, hogy tetszik a Brexitet.
Hogyha már azokat mondtam, hogy miket nem értek, hogy mikor 2010 után adta... Abba csatlakozom, hogy sok minden nem ért. Hogy, de hát mégiscsak, mint egykori gyakorló politikus meg, aki a történelemből is sokat látott, kérdezem, hogy mondjuk 2010-ben a Fidesz elkezdte átrendezni a világot, és akkor láttuk a centralizáció, és hogy a jogállami intézmények megszüntetése, vagy legalábbis hát a kiherélése az alkotmánybíróságtól kezdve egy csomót mondhatunk, akkor azt mondtuk, hogy jó, hát ez nem érdekli az emberek egy jelentős részét, mert nem is igazán érti, hogy mondjuk nem értem, hogy miért nem érti, de mindegy, nem érti, hogy ez mi nem számít. Akkor így ment tovább a dolog, hogy a, hát sokat lopnak. Hát jó, biztos persze sokat dühít, hogy lopnak, de hát nyilván azzal vigasztja meg, hát, hogy régen is loptak meg, más is lop meg, és az, hogy most kicsit lop, vagy sokat, az vagy 200 forintot lop, vagy 2000 milliárdot, azt már nem tudják felfogni. De akkor azt mondják, hogy jó, de azért, amikor az életszínvonaladat fogja érinteni, akkor érteni fogják. Na de itt van most ez az elég durva infláció, és nem látom, hogy ez politikai elégedetlenséget nagyban okozna, miközben, mikor állok sorba a pénztárnál, hallgatózni szoktam, akkor hallom, mit mondanak az emberek, tehát, hogy azt mindenki látja, hogy ami tegnap 500 forint volt, az most 900, és, de hogy ebből se lesz politikailag összerakhat erő. Na, ezt már nem értem. Hát, ezt sem értem. Sok mindent én sem értek, hát persze, azt is észlelni kellett volna, vagy lehetett volna, amiről szó volt, hogy a jogállamiság vagy függ össze a hétköznapi értelemmel, nem túl bonyolult áttételeken kereszt, de hát itt is lehet olyan szövegeket kitalálni már, mint a mostani nem értést illetően. Hát azt mondják nekik, hogy ez a háború miatt van, az oroszok, az ukrána háború miatt, meg az Európai Unió szankciós politikája miatt, és hát természeti csapást lehet ebből csinálni az áremelésből. Hiába mondják el szakértők, ráadásul hát korábban a Fidesz kormánnyal együtt dolgozó szakértők is, hogy ez a magyar kormány politikájának jelentős részben a következménye, mármint az, hogy Magyarországon a legnagyobb Európában az infláció, a élelmiszeripari termékek áremelkedése Magyarországon a legnagyobb, stb. Stb. De hát mégiscsak ott van a háttérben az a erőteljes állami propaganda, hogy a szankciók miatt nem tud az ember az utcán úgy végigmenni, hogy ott ne legyen a plakát, hogy 90 nem tudom én hány százalékban a magyarok a szankciók ellen voltak, most bombával ugye kiegészítve, miközben valódi bombázások történnek. Hát igen, a jelek szerint ezek működnek. Hát ezt már sokszor megtanult az ember, hogy az erőteljes propaganda az hatékony tud lenni, az emberek nem mindig gondolnak utána, ami hihetően hangzik, azt elfogadják, vagy ami erőteljes, azt elfogadják nagyon sokan. Hát igen, ezzel mindig megdöbbenek, hogy számtalan történelmi példa van rá, hogy elég sokszor mondják, akkor egészen vad dolgokat is elhisz a népességnek egy igen nagy számú része. Hát elég az, hogy annyian elhiggyék, akik a választásokon többséget biztosítanak most. Abszolút többséget, vagy relatív többséget, egyharmadát az összes választónak, vagy az elmenő választóknak, majdnem a felét, amennyivel kell, annyit biztosítanak. Igen. Igen, csak most az Izraelt már többször szóba hoztuk, és nyilván az izraeli társadalom nagyon bonyolult, és nagyon sok ellentmondás feszíti, de tényleg egy olyan szintén nehezen értelmezhető dologért megy most már hetek óta a tüntetések sorozatai és a nagy sztrájk, hogy hogyan nevezik ki a bíróságok vezetőit. Tehát egy nagyon nehezen megérthető és több áttételen átműködő dolog, és mégis ezek szerint hát nagyon sokan hajlandók ezért tüntetni, sztrájkolni, nem tudom mit csinálni. Hát messze nincs szó a társadalom olyan átalakításáról, bár lehet, hogy kísérletek vannak rá, mint amik Magyarországon. Igen, hát ugye az Izrael az tényleg egy speciális ország, hiszen nagyon modern ország a szónak abban az értelmében, hogy 70-valahány éve hozták létre, és hát nagyon szilárd
Tessék? Mindjárt 75-48. Hát igen, az, és hát nagyon szilárd értékrend, modern értékrend alapján, ugye hát büszkén vallották a tételt, és hát erre épül az ország, hogy az egyetlen demokratikus ország abban a térségben. Tehát jó, van közvetlenebb élmény az, hogy ezt a igazi, ha tetszik, alapító nemzeti konszenzust akarják lerombolni, vagy ezt fenyegeti veszély legalábbis. De lehet, hogy ebben nincs igazam, hát nem vagyok én. Arra gondoltam például, hogy ott is egy meglehetősen bonyolult, vagy nehezen ért. De ugyanaz a konfliktus azért ott valamilyen sajátos formában máshol, de jelen van, mint Magyarországon. A telepesek, az askenázik, meg a szefárdok közti ellentét, mint Magyarországon. A vidék, meg a város. Szóval ez minden modern társadalomban úgy látszik, hogy ez az ellentét jelen van. Amerikában is jelen van, mármint az Egyesült Államokban is elég lokalizálható, hogy kik azok, akik hajlamosabbak elfogadni egy Trump-szerű elnök jelöltet. Olaszországban is elég egyértelmű, hogy hát most nem akarom sorolni. Szóval ez legtöbb országban valamilyen formában jelen van. Hát az izraeli társadalom az tényleg sajátos, és az elkötelezettség bizonyos demokratikus normák mellett, még az ilyen elvonnak tűnő formában is, hogy alkotmánybíróság vagy igazságszolgáltatási rendszer, ott azért jobban átítatja a társadalmat. Szóval azért az sokszor nekem is eszembe jut meg, akikkel beszélek, hogy ha úgy alakult a dolgok itt, ahogy alakultak, akkor tényleg nem egyszerű be nekünk is rálegyinteni, akik egyébként azt gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül jó, ahogy most van. Egy csomó szakpolitikában az, ugye az oktatás, egészségügy, mit tudom, mit mondhatunk, de hát az egész, ahogy kinéz, az nem jó, de hát úgyse tudunk vele mit csinálni, meg ha nekik ezt kell, már a honfit, hát akkor nem. Szóval mi a, és vissza lehet vonulni bizonyos magánszférákba, ami mondjuk a Kádár korszakban létező válasz volt, ez a alámerülünk és kibekkeljük, mondta állítólag Antal József, vagy hát még vitézkedjünk itt például. Jó, de hát az ember a lelki higiéniájára mégiscsak ad. Tehát, hogy nem szeretném azért magamat reggel, amikor borotválkozom a tükörbe, úgy látni, hogy minden olyat, amit nagyon rossznak tartok, és nagyon helytelennek tartok, szó nélkül tudomásul veszek. Hát végül a Kádár korszakban is ez motiválta az embert. A perspektíva nem volt ugyan, mármint a jövő képben nem volt benne, hogy az én életemben megbukik az aztán a rendszer. Aztán tessék, de nem célirányosan a rendszer megbuktatása miatt voltam én mondjuk ellenzéki, vagy vállaltam valamennyire nyilvánosan azt, hogy nem értek egyet a rendszerrel, hanem a saját lelki higiéniám miatt, mert úgy éreztem komfortosnak az életemet, ha jelzem valahogy azt, hogy ez szerintem nem normális, ami van, és hát ma is ugyanezt tudom gondolni ennyiben, hát analóg a két helyzet. Hát sok szempontból analóg ma azért szerintem kevésbé fenyeget az egyelőre, hogy elvisz a rendőr, hogyha ja, nem, hát gondolsz, hogy megjelenhess, hogy munkát kapsz, hogy egyetemi tanár lehess, hogy filmet csinálhass, hogy iskola igazgató legyen. Hétköznapi dolgot. Abban az egy, számít. Az egyik unokám az éppen most hatodikos, de mármint általános iskolás, tehát felvételizik hatosztályos középiskolába. Okos gyerek, meg nagyon jó felvételit írt, tulajdonképpen szabadon választhatnak a szülei, hát itt inkább a szülei választanak, hogy melyik iskolába menjen, mert mindenhol, majdnem mindenhol sikeres volt a szóbeli felvételi, de hát nem, nagyon nehéz eldönteni, mert még a legjobb iskolák, amelyek a sztrájkban, meg a tiltakozásban nem vettek részt, azok se tudják, hogy mi lesz egy ma hatodikos gyerek, ugye
hat év múlva milyen helyzetben lesz. Hát az egyik egyébként országos hírű iskolában a nyilvános napon azzal fogadta az igazgató, egyébként egy olyan iskola, ha jól tudom, amely kimondottan a tiltakozásoktól távol maradt, vagy legalábbis az igazgató, azzal fogadta a szülőket, hogy mi arra vagyunk büszkék ebben a pillanatban még, hogy minden órát szaktanárral tudunk megtartani. Na most hát ennyiben mindannyian érintettek vagyunk, nem ebben a konkrét ügyben, de hát valamilyen hasonló ügyben, kórházba, egészségügyel, mindannyian kapcsolatba kerülünk előbb-utóbb, ha nyilván egy idősebb nagyobb eséllyel, mint egy fiatal, a fiatalt a gyereke sorsa érdekli, és hát ezek az intézmények borzalmasan működnek, tehát azért nem úgy van, hogy ha én bele akarok törődni, akkor nem csak semmit, mert ezekkel szembesülök, tehát ezekkel nehéz ezekben az ügyekben közömbösnek maradni. Akkor ez már az utolsó, amit nem értek, vagy ebben a beszélgetésben még estig biztos lesz, hogy igen, itt az egészségügy és, bocsánat, és az oktatás, amivel előbb-utóbb mindenki találkozik, és látjuk, hogy ezek azért milyen állapotban vannak. Mégsem jut el nagyon sok ember a következő lépésig, hogy akkor ez nincs jól csinálva, nem biztos, hogy egy rendőrnek kell igazgatnia ezt ilyen rendőrségi parancsuralmi módszerekkel, hanem lehetne valahogy ezt talán okosabban, finomabban, nem tudom én, kikinek mi jut az eszébe, de mégsem látom azt a következő lépést, hogy hát, hogyha ez a rendszer csak ennyit tud, vagy ez a politikai rezsim ennyit tud, akkor esetleg kellene nézni egy másik után. Igen, mindent, mint mondtam, abban könnyen egyetértünk, hogy mit nem értünk, de mondjuk azt értem, hogy nem lehet látni azt, hogy attól, hogy én kimegyek az utcára, vagy tüntetnék, mondjuk a pedagógusokkal együtt tüntetek, attól megváltozik valami, mert hát a jelek szerint nagyon kevés olyan ügy volt az elmúlt 11 néhány évben, amiben a erőteljes megmozdulások is jobb belátásra bírták volna a kormányt. De hát a politikai elégedetlenség mégiscsak ilyesmire épül a hétköznapi tapasztalatokra. Lehet, hogy közvetlenül nem hisznek az emberek abba, hogy egy szolidaritás valamilyen terület alkalmazottaival, vagy valamilyen konkrét ügyben az eredményt érhet el, de hát ezen keresztül vezet az út mégiscsak oda, amit említettem a beszélgetés elején, hogy leváltják még az autokratikus kormányokat is. Hát miért váltják le őket? Azért, mert az egészségügy, az oktatás, az élelmiszerárak, a nyugdíjak, stb. Igen, ráadásul ezek a dolgok, amikben azért nem lehet két perc alatt csodát tenni. Tehát, hát, igen, de ez a varni, az igen. Na jó, de ez szerintem egy demokratikus világban ez is benne van, hogy lehet, hogy nem lehet két perc alatt jobbá tenni feltétlenül az egészségügyet vagy az oktatást, de megvan az a jó érzésed, és kiadod a dühödet, hogy elzavarod azt, akik eddig. Hát egyrészt, másrészt nem azt vágják naponta az arcomba, hogy a belügyminiszter az illetékes az egészségügyben, a belügyminiszter az illetékes az oktatásügyben. Hát azért ilyen pofátlanságot azért ritkán csinál. Hát ilyen pofátlanság van. Igen. Tehát mint hogyha direkt provokálnának, hát, vagy sőt nem. Hát engem biztos, hogy provokálnak, biztos. Bár hát én egyedül ugye, vagy hát azok, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, biztos önmagunkban kevesen vagyunk, és nyilván nem azért fog elégedetlenek az emberek, mert a belügy miniszter, hanem a következményeken. De ha egy következő kormány csak annyit nyújt, hogy egy olyan embert tesz oda, aki legalább ért a dologhoz, és akiről elhihető, hogy szakértelemmel akarja csinálni, ha nincs is több pénze mondjuk az oktatás ügyre, vagy kevessel van több pénze, hát már az is egy kicsit jobb érzés. Csak a mai hírekben előkerült a Horn Gyula utca, vagy sétány, vagy micsoda neve, ugye ön volt pártelnök abban a koalícióban, ha nem is volt a kormánytagja, amelynek Horn Gyula volt a vezetője. Mit gondol, hogy ma Magyarországon, vagy Budapesten legyen Horn Gyula sétány, ne legyen, vagy egyáltalán érdemes erről vitatkozni, mikor az infláció, az oktatás, az egészségügy? Hát szerintem vitatkozni mindenről van értelme. És az liberális válasz. De hát ezekhez képest tényleg majdnem érdektelen.
kérdés, de hát én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy jó ideig, bár mit is gondoljunk a hallottról, nem szabad politikusról, sőt, hát viszonylag közelmúltban elhunyt emberről közteret elnevezni. Horn Gyula ráadásul hát számomra is egy ellentmondásos figura. Na mégis a koalícióban voltak vele. Hát attól még én magamról sem. Én is voltam vele koalícióban. Ja, én nem voltam. Én nem tartanám Ildomosnak, ha rólam elneveznének akár egy cukrászdát is, vagy valami ilyesmit is. De nem, hát Horn Gyula ennél azért ellentmondásosabb. Hát azért mégiscsak vízlépcső ügyben össze akart fogni Meccsárral. Azért olyan vatikáni egyezményt kötött, ami botrányos. És hát millió olyan dolgot csinált, ami nagyon ellentmondásos, most nem beszélve a 90 előtti múltjáról. Ez nem teszi kétségessé azt, hogy a másik oldalon is föl lehet hozni érveket, hogy elfogadta a demokratikus rendszert bizonyos keretek között, de hát semmiképpen nem olyan ember, akiről én most utcát, vagy bármilyen közteret elnevezni, már megvan, megtörtént, tehát ez már csak egy utólagos diskurzus a dologról, és hát tényleg nem az mindennapi életet meghatározó dolog, inkább a, hogy is mondjam, a tanulságok érdekesek, jobb nem elnevezni az elmúlt 30 évben aktív emberekről, vagy akár az elmúlt 50 évben aktív emberekről, ilyen köztereket. Én biztos, volt régen talán egy ilyen szabály. Volt egy ilyen szabály, nem tudom, hogy az mikor szűnt meg. Igen. Hát, vagy be kell számozni őket, és akkor... Nem, hát azért mindennek van. De lehet olyan neveket találni, hogy... Lehet. Ha megenged egy teljesen másik kérdést, a közelmúltban részt vett egy könyv elkészítésében, Gyekicki András, aki egyébként sokunk barátja is volt, egy nagyon érdekes kiállítást csinált előbb Rajk Lászlóval együtt Pápán, az ott élt egykori zsidókról, és ebből az anyagból, akik ugye a szomszédaink voltak, szólt a kiállítás szíme, ebből készült egy könyv, amelyik ön is az egyik szerkesztője. Hát különösen, hogy ugye András már nem élhette meg a könyv elkészítését. Nem tudta befejezni, és hát a kiállítást láttam, és engem is lenyűgözött, meg úgy tudtam többé-kevésbé, hogy hát jóval bőségesebb anyagot gyűjtött össze, és könyvet akart abból csinálni, ami a kiállításon demonstrálódott, illetve hát volt még egy kiállítás pár évvel később, még szintén az ő életében. Szóval, mikor megtudtam, hogy félbe maradt, nem fejeződött be a könyv, akkor felajánlottam András feleségének, aki hát kezében volt az anyag, hogy szívesen segítek baráti alapon, ha tetszik ezt a könyvet megcsinálni, és hát ez jelent meg tavaly karácsony körül, ami hát messze túl mutat önmagán, mert ez ugye a pápai elfeledett szomszédokról szól, az egész magyarországi zsidóság sorsát tulajdonképpen persze tükrözi. Pápa egy speciális város volt, mert a 18. században kaptak ott a zsidók a föld birtokostól. Eszterházitól letelepedési engedélyt, és a szerepük, ha tetszik, a város fejlődésében jóval jelentősebb volt, mint a legtöbb magyarországi város életében. És hát az András törekvése az volt, hogy ne a mártiromságot, tehát ne a nyilas korszak, illetve hát a német bevonulás utáni korszak a deportálások időszakán keresztül mutassa be az elfeledett szomszédokat, hanem éppen polgári mi voltukban, tehát a családokra koncentráljon. Úgyhogy hát ennyiben igen, ez egy nagyon érdekes, és hát szép feladat volt, ha tetszik, ezt az egy meglévő anyagot
könyvformájába szerkeszteni, amit hát jelentős részben András már megcsinált, nem tudta befejezni, illetve hát a felesége Volosin Hédi tudta kezelni az anyagot, és én szerkesztőként ebbe szálltam be, és hát szerintem egy, mondom, a konkrét városon túlmutató nagyon szép könyv lett a dologból, sok fényképpel, és hát nagyon sok család történetével. Szép könyv lett. Köszönöm szépen Pető Ivánnak, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.